9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Színház, zene, tánc, képzőművészet és új cirkusz. A mai kultnegyed a Kortárs Művészetek Házából, a Trafóból jelentkezik. A hazai kulturális és művészeti intézmények sorában te hol helyeznéd el a Trafót, és mindezt, hogyha nemzetközi szinten nézzük, akkor mi lenne erre a válasz? Ez egy nagyon jó és érdekes kérdés, mert a Trafó itthon egy kicsit marginális intézmény, ezt be kell látni, hiszen mi nevelünk magyar művészekkel, tehát az olyan művészekkel dolgozunk, akik nem elsősorban nagy közszínházakban lépnek föl, hanem várhatóan ott lépnek föl, vagy ott rendeznek, vagy koreográfálnak, vagy táncolnak. Tehát ilyen szempontból mi új dolgokat hozunk be, új gondolkodást, új esztétikát, új kérdéseket, feszegetünk sok dolgot, és nem szórakoztatunk, ilyen szempontból mi kísérletezünk a jövő érdekében, tehát ez egy kis színházban is kell, hogy történjen, hiszen ezek mindennapok rizikója. És aztán valaki írja, azt mondják, hogy hát ez tök jó, arra lecsap a establishment, tehát a nagy színházi struktúra, és benyeli, viszi magával. Ez egy teljesen természetes dolog, nekünk ez a feladatunk, mi ilyen Kejfej Jancsi vagyunk, mindig talpra kell állni, ezt csináljuk már 13 éve. Emellett van nekünk viszont egy nemzetközi repertoárunk, ami bennünket nagyon erősít, és nemzetközi szinten, ha önmagát nézzük, akkor a Trafó egy nemzetközi nagyon-nagyon jegyzett intézmény. Ugye színház, képzőművészet, tánc, új cirkusz, remélem nem hagytam ki semmit a felsorolásból. Hogy érzed, hogy ezek közül melyikben a legerősebb a Trafó? Hát igazából azt kell mondom, hogy eléggé kiegyensúlyozott most. Tehát úgy érzem, hogy zenében egészen különleges, vegyes profilunk van, ami idősebbeknek és fiatalabbaknak is egyaránt szól. És itt tényleg itt próbáljuk a zenei ízlést tágítani. Hát táncban azt hiszem mindig is erősségünk volt, itt tényleg a világ élvonalát hozzuk itt is. És színházban elsősorban a magyarokra szorítkozunk, bár azért van jó pár külföldi és fontos külföldi színház. Képzőművészetben mi egy középszintű helynek titulálnak bennünket, ami azt jelenti, hogy a ranglétrán mi kiemelkedünk a kis stúdiók között, de persze nem tudunk versenyezni nagy múzeumokkal, de nagyon-nagyon figyelembe veszik azt, hogy mi történik, mert igen jelentős kiterjedt nemzetközi hálózata van, és ezt jelezte azt, amikor a Tate Gallery-nek a főnöke itt volt, akkor egy helyet nézett meg, és ez a Trafó Galéria volt. Komolyan? Igen. Hú, azért ez nagy szó. Így van. És az új cirkusz az mennyire van jelen egyébként Magyarországon, és ez a cirkusznak milyen fajta megújulását jelenti? Igaz csak az, hogy a maga a cirkusz műfaj elfeledett akár a báb, úgy érzem. Tehát ez le van írva, hogy a gyermekkorunk egy bizonyos szakaszában nekünk ezt meg kell ismerni, és ezt le van tudva. Miközben előség, hogy külföldön rájöttek, hogyha a színház közönségét meg akarja újítani, illetve a színház akar új eszközöket beemelni, akkor a cirkusszal érdemes kicsit kooperálni. És hát a Trafónak mindig azért kell küzdeni a környezetével, tehát ez a házasság, amely a cirkusz-cirkörrel indult el, annak a sikere kapcsán, amire elején én sem ugrottam, mert azt gondoltam, hogy nem is fér be. De ők annyira akartak, hogy befért, és az elindított egy dolgot itt a Trafóban, és azóta ugye hozzuk fontosan a új cirkusz programokat, és azt kell mondanom, hogy keresik az emberek, igénylik. Miket hoztok még ebben az évadban, akár cirkusz szempontjából, akár a többi kategóriában, mi lesz még az évadban? Lesz a Hoppártnak a vendégjátéka, pontosabban nem is vendégjátéka, hanem egy premier lesz.
illetve ami vendégjáték lesz ugye az új cirkusz sorozatunkban, ugye az előbb említett cirkuszcirkő fog érkezni, és majd le fogjuk zárni a Chaplin családdal majd júniusban, hiszen egy egészen elképesztő produkció érkezik majd Franciaországból. Illetve jön a Fenek Pál, akit ismernek, fölült egy darabot, érkezik a Divét, amely az iszlám vallással fog foglalkozni áromestőnál, tehát ez a világhírű társulat. Igazából nehéz kiemelni, és sok nagyon érdekes zene, szakvári zenétől, egészen a fiataloknak szóló zenéig. De mindig az újat keresünk, egy újdonságot, de olyat, ami a magyar néző számára azért, hogy mondjam, nem nincsen túl messze. Tehát fontos számunkra, hogy létrejön ez a kontaktus, ami a mű, és a közönség között szükséges. Képzőművészettel folytatjuk, itt vagyunk a Trafo Galériában, ahol a Kisvarsó művészcsoportnak egy nagyon különleges kiállítása nyílik, ugyanis kis plasztikákon vizsgálják, kutatják az agresszió megjelenését. Hát hogyan jött ez az ötlet, vagy miért éppen kis plasztikákon, miért pont agresszió, tehát ez így hogy alakult? Igen. Hát tulajdonképpen ez a kis plasztikai műfaj, ez egyfelől jött a Kisvarsó csapat eddigi munkásságából, ugyanis hát ők, hogyha ilyen csúnya külföldi műszóval kell élnem, akkor a munkáik egy részében a szobrok vagy a szobrászat újra kontextualizálásával foglalkoznak, hogy egy kicsit plasztikusabbá tegyem, hogy mit is jelent ez. Például 2003-ban a Velencei Biennale magyar pavilonján azt csinálták, hogy a berlini Múzeum Inzerről a talán mindenki által ismert Nefertiti szobor fejét kikölcsönözték, és ehhez készítettek egy testet, ami az ő saját munkájuk, és tulajdonképpen ennek a két műnek az összeillesztése volt a saját projektjük. És tulajdonképpen itt talán a galéria tere miatt kezdtünk el kis plasztikák felé tapogatózni, alapvetően katonaszobrokat gyűjtöttünk, de aztán jöttünk rá arra, hogy tulajdonképpen az egy dolog, hogy valaki okozza az agressziót, de tulajdonképpen szenvedő vagy elszenvedő figurákat is kerestünk. És ezért ilyen több pólusúra igyekeztük csinálni az installációt. Akkor igazából mi most egy csatatér szélén ülünk és szemléljük, abszolút, hogy mi folyik odabenn. Igen, hát és tulajdonképpen nagyon sok mindent felvet ez a kiállítás, hiszen itt többféle stílus, szociáltól a banális emléktárgyakon keresztül nagyon sok minden felvonul itt, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon sajátos mini lenyomata ez a magyar kultúrtörténetnek, tehát hogy tulajdonképpen itt szinte minden olyan mű megjelenik, ami valamilyen módon a szobrászati műfajban lenyomat. Tehát egy lenyomatát képzi mondjuk úgy, hogy a 20. századi magyar szobrászművészetnek, vagy képzőművészetnek, és különösen azért fontos ez, mert a szobrászat leginkább talán az a műfaj, ami valahogy a történelmi emlékezéshez is kapcsolódik, vagy ezek néha nagyon kiemelt események, személyek megörökítésére szolgáló művek. December végéig látható ez a kiállítás itt a Trafóban, mi lesz utána, mi lesz a folytatás? A folytatásban egy kicsit a képzőművészeti fotó műfaja felé fog kanyarodni a galéria programja. Január első heteiben fog nyílni Tobias Falt, Clara Kahlström és Surányi Miklós hármas csoportos kiállítása. A svéd alkotók párban dolgoznak, és közös fotósorozataikkal lesznek jelen, Surányi Miklós pedig szerintem egy fontos magyar fiatal fotóművész, akinek nagyon jót fog tenni valószínűleg ez a trafós
kiállítás. Képzőművészet után most tánc, a Műhely Alapítványnak itt van a központja a Trafóban, akiktől kortárs táncot is lehet tanulni. Hát mennyire jellemző az, hogy valaki nem klasszikus táncot megy el tanulni, vagy nem latin táncot, hanem kortárs táncot választ? Tehát mennyire népszerű ez? Hála Isten, azt mondhatjuk, hogy elég népszerű. Több mint 10 éve vannak állandó táncórák itt a Trafó stúdióban, a Műhely Alapítvány szervezésében, amikre kifejezetten amatőröket és olyan embereket várunk, illetve olyan emberek járnak, akik mondjuk az aerobik helyett vagy a heti úszás helyett szeretnének kortárs tánctechnikákat tanulni. Kifejezetten kortárs végzettséggel rendelkező pedagógusoktól vagy koreográfusoktól, és nekik szólnak ezek az órák. Egyébként az, aki kortárs táncot tanul. A legkülönbözőbb kortárs és modern technikák, például a Horton, a Feldenkrais, a jazz tánc, a Skinner release technika, van most már kezdő balettóránk is, van jógatáncunk is. Minden héten az estén 2 különböző órán lehet részt venni. És hát nem csak tánc oktatással foglalkoztok, ugye azért elég széles a paletta, és ebbe a palettába tartozik be például az Edit Táncfilm Fesztivál, ugye ez egy ilyen érdekes kategória. Mit jelent ez pontosan, hogy táncfilm? Tehát, hogy ez egy milyen műfaj? Most már 7. alkalommal rendezzük meg a Nemzetközi Táncfilm Fesztiválunkat, idén új helyszínen a Kino moziban, illetve a Pina Baus filmekben nyitjuk a fesztivált, a Corvin moziban lesz, a szakmai beszélgetések pedig a Goethe Intézetben. A táncfilm műfaját mi próbáljuk elég tárgyan értelmezni. Ez lehet egy mozgófilmre készült koreográfia, lehet egy dokumentumfilm, egy alkotó vagy egy koreográfus életpályáját bemutató dokumentumfilm, lehet egy kifejezetten filmre készült, egy színmű filmes adaptációja, vagy egy kísérlet az új technológiákkal, kísérlet mozgásra, mozdulatokra. És a fesztivál nyitó napján pedig Wim Wenders Pina Bausról szóló 3D-s filmét vetítjük le. Egyrészt a Pina Baus német koreográfus személyisége, azt gondolom, hogy egy egészen egyedülálló témát ad ennek a filmnek, a 3D-s technológia pedig mindenképpen ezt szolgálja. Milyen programjaitok lesznek az idei évadban még? A táncórákon kívül alapvetően a Műhely Alapítvány itthon tánc népszerűsítéssel foglalkozik, azonban most már egyre inkább koncentrálunk nemzetközi programokra, csereprogramokra, és most november 29-30-án itt a Trafóban látható egy DEPARTS nevű Európai Uniós program keretében egy belga és egy magyar koreográfus egy-egy előadása. Milyen érzéseket vagy érzeteket, főleg érzéseket láttuk az
előadásban. Félelem. Bezárt. Már nagyon sok ferencvárosi középiskolás is részt vett a Trafo beavató programján, és szerintem az egy nagyon érdekes dolog, hogy az emberek többsége kicsit még mindig idegenkedik a kortárs művészet iránt. Holott, ha az ember úgy nézi, időben távoli művészetek mégis közelebb állnak az emberekhez, ez pedig most zajlik, tehát a jelenünk része. Gondolom, hogy ennek a beavató programnak ez is az egyik célja, hogy már úgy nevelődjenek az új generációk, hogy természetes legyen, hogy ismerik és értik a kortárs művészetet. Ez pontosan így van, nagyon jól látod, és valóban bármikor, amikor egy beavató foglalkozás és előadás zajlik, de mindjárt elmondom, hogy pontosan mi az egész programnak a menete. Azt tapasztaljuk, hogy a középiskolások elképesztően nyitottak, ha van egy előkészítés és egy felkészítés arra, hogy milyen típusú élmény éri őket, és ha megtapasztalják azt, hogy van lehetőségük beszélni arról, hogy milyen élmény volt az előadás, van lehetőségük kérdezni, van lehetőségük átadni azt az élményt, ami érte őket. Én azt gondolom, hogy ha ez megtörténik, és általában megtörténik ez a kinyílás vagy megnyílás, akkor elképesztően jó dolgokat mondanak, fantasztikus véleményük van. A program maga az úgy épül föl, hogy fél évente pályáztatjuk az iskolákat. Szerencsére nagyon nagy a túljelentkezés, tehát mindig 4-5 iskolát választunk, akik egy fél éven át velünk dolgoznak, és ők 3 esetenként 4 különböző produkciót néznek meg a fél év során, tehát havonta körülbelül egyszer jönnek el hozzánk, és látnak színházat, új cirkuszt, táncot, néha jönnek a galériába is vezetésekre és foglalkozásokra, tehát különböző műfajokat kapnak. Ez nekem nagyon fontos, hogy egy csoport, aki velünk tart és pályázik erre a dologra, az kvázi kézenfogva végig jöjjön velünk ezen az úton. És ami még nagyon fontos ebben a programban, hogy azon túl, hogy különböző műfajú előadásokat látnak, az ez a megnyitás, vagy megnyílás, vagy beavatás, ami pedig úgy történik, hogy kimegyünk a társulattal együtt az iskolába, tartunk egy előkészítő foglalkozást kint a helyszínen, annak az egy csoportnak, annak a 20-25 gyereknek, aki abba az osztályba tartozik. Aztán jönnek, megnézik az előadást, amit a középiskolások miatt korábban kezdünk, hogy beleférjen utána egy beszélgetés, egy feldolgozó foglalkozás is. Egy nagyon szuper drámapedagógus csapattal dolgozunk, és mindig nagyon fontos, hogy minden módszertan, tehát minden olyan foglalkozás, játék, interaktív feladatsor, ami az előadáshoz kapcsolódik előtte és utána, az együtt találódik ki az alkotókkal, erről majd a Réka is tud beszélni, a Tünet Együttesről ugyanis nagyon sokat dolgozunk ebben a programban. Tehát a módszertan együtt alakul ki, minden egyes előadás az egy saját ilyen csomagban. Annyi lesz, hogy le is fogjuk nektek vetíteni egyszer ezt a videót, ami ment ez alatt. Erre kell egy csoportos kis koreográfiát készíteni. Bennmaradunk az előadás után az előadásnak a terében. És bár először féltünk tőle, de kitaláltunk olyan feladatokat, tehát felosztjuk a diákokat csoportokra, és tulajdonképpen alkotói feladatokat adunk nekik, amiben használhatják tulajdonképpen azokat az eszközöket, amik a darabban rendelkezésre állnak. Ez a nagyon különleges technika, egy olyan real-time média technológia, ami azt jelenti, hogy van egy kamera, ami veszi a táncost, tehát látja a táncost, és annak a mozdulataira, tehát annak a mozdulataiból kinyert információt real-time feldolgozza, és visszavetít egy képet. Mondok egy példát, tehát mondjuk egy nagyon egyszerű példát, hogy csinál a táncos egy ilyen mozdulatot, és akkor azzal, mint egy füstszerű, gyönyörű, ilyen terjengő füst gomolyt idéz elő. Vagy... Közben kislányom megérkezett. Igen. Gyere, ide ülhetsz az ölembe, jó? Ide ülhetsz az ölembe, de nem szabad most beszélni. Hogy... vagy hogy egy másik példát említsek, hogy van egy olyan képünk, amiben amilyen gyorsan mozog a táncos, annyi fénye van. Tehát hogyha megáll, akkor totálisan sötét lesz. Most is készültök éppen egy darabra, mit lehet erről tudni, és mikor lesz ennek a bemutatója? Ez a 12. február elején lesz a bemutató, Vox a címe, és egy... Igazából azt szeretném elmondani, hogy mi ez a téma, ami érdekel, amikor ebbe belevágtam. Az tulajdonképpen az a készülődő baj, amikor egy csomó jel mutat valami bajnak a bekövetkeztére, de valahogy az emberek nem akarják ezt a dolgot. Vagy nem akarjuk észrevenni, tehát nem figyelünk elé, vagy nem tulajdonítunk elég jelentőséget ezeknek a jeleknek, minden esetre nem reagálunk, nem
hogyan, hol van az a pont, ahonnan már nem lehet visszafordulni, hol van a tragédia bekövetkeztének az a pontja. Erre vagy akár a többi trafós darabra pedig hát kedvezményesen jöhetnek a ferencvárosiak, úgyhogy egy kicsit erről is beszéljünk, hogy milyen kedvezmények vannak. Pontosan, többféle kedvezményük is van, de tényleg ez egy nagyon fontos a kerületnek szóló kedvezmény. Azt gondolom, hogy külföldön nagyon sok helyen látni, hogy egy-egy kerületben vagy valamilyen a város bizonyos részei nagyon összetartóak az emberek. Ez pont az említett Londonban is nagyon sokszor egy-egy intézmény köré nagyon sokan tartoznak, már csak földrajzilag, tehát aki a környéken lakik, az oda jár, akár táncórákra például, ez nálunk is nagyon fontos, és én nagyon szeretném, hogyha minél több kerületi lakost látnánk itt, erre van egy 10%-os kedvezményünk, amit megkaphatnak a pénztárban, ha igazolják, hogy itt laknak a kerületben, és ugye nagyon sokszor vannak ilyen kültéri programjaink is, a Tarafónak van egy ilyen úgynevezett bálnája, az egy ilyen mozgó helyszín, egy nagy ilyen felfújható sátorszerű buborék. Ezzel is voltunk itt több helyen, már a kerületben voltunk a Ferenc téren például, de voltak utcatáncos akciók és bemutatkozások, egy spanyol csapatnak egy nagyon szuper tánc előadás az a Rádai utcában. Tehát nagyon sok ilyenünk van, úgyhogy szeretnénk, hogyha a kerület figyelne a trafóra, és nagyon próbálunk figyelni a kerületre. Otthon, város, Ferencváros.